Sziasztok! Anyák napja alkalmával eljöttünk anyával Barcelonába és Andorrába, úgyhogy ha ez a két helyszín érdekel titeket, akkor tartsatok velünk! Már nagyon régóta szerettem volna Barcelonába utazni, mert Spanyolország az egyik kedvenc, ha nem a nagybetűs kedvenc országom, de valahogy eddig Barcelona soha nem esett útba, vagy épp nem volt alkalmam meglátogatni. Talán emlékezhettek rá, hogy más helyeken viszont már jártam Spanyolországban, például a Camino miatt 2019-ben több mint egy hónapot töltöttem itt, úgyhogy ha ezzel kapcsolatban szeretnétek videókat látni, akkor azokat a csatornán megtalálhatjátok. Most viszont egy nagyon különleges anyáknapi útra érkeztünk, mert az útitársam közel 10 év után ismét anya volt. Legutoljára Párizsban voltunk anyalánya utazáson, én pedig akkor 10 éve ültem életemben először repülőn. Ahhoz képest azóta meg is szaporodtak az utazások, tehát ezt gondolom ti is tudjátok, hogyha itt vagytok. Pár hónappal ezelőtt el is kezdtük szervezni ezt a Barcelona-Andorra utat, mert hogy a katalán főváros mellett ez az izgalmas mini állam is már régóta a listámon volt. Emlékszem, még a Camino kezdőpontja felé tartva is megpróbáltam útba ejteni, de akkor sajnos ez nem sikerült, viszont tudtam, hogy ha egyszer Barcelonába jövök, akkor Andorra semmiképp nem maradhat ki majd az úti tervből. Szombat este érkeztünk Barcelonába, és aznap már csak aludni mentünk, hogy másnap reggel nyakunkba vegyük a várost. Másnap, azaz május 1-én pedig nem csak vasárnap és anyák napja volt, hanem Magyarországhoz hasonlóan itt is a munka ünnepe és majális volt, ahogy mondhatnánk, a szeretet ünnepe, szóval több felvonulást és táncosokat is láttunk. De persze rögtön az első úti célunk a híres Sagrada Familia volt, ezzel kapcsolatban Instagramon kérdeztelek benneteket, hogy milyen tippjeitek vannak, érdemes-e bemenni, és ha igen, akkor érdemes-e foglalni. A legfőbb indok, amiért gondolkodtunk azon, hogy nem menjünk be, az természetesen a belépő ára volt. Olyat vettünk, amivel az egyik toronyba is fel lehet menni, ha már bemegyünk, és a kettőnek az ára 70 euró volt, ebből az én diákjegyem csak 2 euróval volt olcsóbb, mint a sima felnőtt jegy, úgyhogy gondolhatjátok, hogy elég fájdalmas kiadás volt, viszont annyira elképesztő maga az épület, hogy azt mondhatom, hogy abszolút megérte. A jegyet előre megvettük online, és ki is választottuk az időpontot, amikor be tudtunk menni. Ezt többen javasoltátok, hogy tegyük meg előre, mert egyébként napokkal vagy hetekkel előre elfogynak a szabad időpontok. Mivel május elején mentünk, úgy éreztem, hogy ez a veszély annyira nem fenyeget, sok szabad időpontot láttam online, de végül is a biztonság kedvéért lefoglaltam rögtön az első teljes nap délelőttjére. Gaudi leghíresebb épületéről azt érdemes tudni, hogy 140 éve épül, és 2026-ra tervezik befejezni. Ez persze most egyáltalán nem biztos, hogy sikerülni fog, és ha kész lesz, akkor összesen 18 tornya lesz. Már most is a világ egyik legkülönlegesebb építészeti mesterművének tartják, és én is úgy éreztem, hogy ehhez hasonlót még soha nem láttam. Leginkább a színes üvegek és az erdő inspirálta belső részt tetszett legjobban, hogyha van lehetőségetek, akkor mindenképp nézzétek meg belülről is a Sagrada Familiát, és ezen kívül van egy múzeum része is, ahol az építés történetéről tudhattok meg többet. A bazilika után felsétáltunk a Güell Park feletti kerthez. Magába a Güell Parkba pár nappal később visszajöttünk, mert erre a napra már épp nem volt jegy, és ide nem foglaltunk előre, úgyhogy ide igazából az indulás előtt jöttünk vissza, de erről majd később. Ezután pedig metróval elmentünk a Barceloneta strandhoz. Itt már abszolút nyári hangulat volt, a parton nagyon sokan voltak, úgyhogy nagyon szuper volt a hangulat, és a bátrabbak, főleg a gyerekek már a vízbe is bemerészkedtek. Megnéztük persze a kikötőt is, itt sétálgattunk egy kicsit, este pedig a La Boqueria étteremben ettünk egy hagyományos zöldséges paellát. Másnap reggel korán keltünk, és a reggel 7-kor induló busszal utaztunk Andorrába, amivel 10 óra 15-re érkeztünk Andorra la Vellába, a fővárosba. Már a buszút is csodás volt a Pireneusokat látva, de ahogy megérkeztünk, a látvány még csodálatosabb volt. Bár az idő kicsit borús volt, és szemerkelt is az eső, így is nagyon szép volt, és minden év teljesen zöldbe volt borulva. Andorra az egyetlen ország, ahol a katalán az egyetlen hivatalos nyelv, Andorra la Vella pedig a maga 1023 méteres magasságával a legmagasabb európai főváros, és érdekesség, hogy az országnak nincs repülőtere, tehát turistáknak igazából csak földön lehet megközelíteni az országot. És ha már turisták, tudtátok, hogy körülbelül 10 millió ember jön évente Andorrába, nagyon sokan téli sportok űzése végett. Ez azért is nagy szám, mert egyébként az országban mindössze 77 ezer ember él, tehát körülbelül annyian, mint Szombathelyen. Az ország arról is híres, hogy kiemelkedően magas itt a várható életkor, elnézve, hogy milyen környezetben és életvitellel élnek, ezen igazából nem is lepődtem meg annyira.
A főváros nagyon szép, és megnéztünk néhány híres épületet és műalkotást, minden nagyon közel van egymáshoz. A nap fénypontja pedig egyértelműen a Caldea Spa volt, ami Európa legnagyobb spája. Mi 3 órás belépőt vettünk, sajnos ez is nagyon drága volt, de megint csak azt tudom mondani, főleg mivel úgy vettem észre, hogy az emberek ritkán járnak Andorrában, hogy a fürdő teljesen megérte az árát. Én legjobban a kinti pezsgő medencéket imádtam, ahol a hegyekre is rá lehetett látni, de az egész helynek volt egy kis luxus életérzése, a szauna mellett volt fűtött köves pihenő is, és a kedvencem, hogy hajvasaló is volt, nem csak hajszárító. Ezután este 7:15-kor indultunk vissza az utolsó busszal, és másnap reggel folytattuk Barcelona felfedezését. Ezen a reggelen ismét elsétáltunk a Barceloneta felé, és most a másik oldalát jártuk be jobban. Az volt a tervünk, hogy elmegyünk a Montjuïc tombra, és itt kérlek nézzétek el, ha rosszul ejtem, több forrásból is próbáltam tájékozódni, hogy hogyan kell kiejteni, de végül nem tudtam eldönteni, hogy valójában hogyan is kell mondani. Ahhoz, hogy ide jussunk, a libegőt választottuk, erre itt helyben vettük meg a jegyet, és körülbelül 20-25 percet kellett várnunk, hogy sorra kerüljünk. Nagyon szuper élmény volt, mert nem csak, hogy gyorsan eljutottunk a dombra, de rálátásunk is volt az egész városra, úgyhogy ha van kedvetek, ezt mindenképpen nagyon ajánlom. Ahogy megérkeztünk, pedig a csodálatos parkban sétáltunk, ez az út vezetett fel a kastélyhoz, ahol történelmi kiállítás volt, és a régi Vidán parkról is megtudhattunk pár dolgot. De ami nekem igazán tetszett, itt az egyértelműen a kastélyt körülvevő kert, ami tele volt gyönyörű virágokkal, szóval teljesen feltöltött. Ezután tovább sétáltunk és elérkeztünk a domb lábánál levő palotához, ahol a mágikus szökőkút is van. Szerencsénk volt, mert pont az érkezésünkkor kapcsolták be, és nagyon szép látvány volt. Ezt követően tovább mentünk a Ciutadella parkba, és kérlek, megint bocsássátok meg a kiejtésem, majd elsétáltunk megnézni Gaudi 2 további híres épületét, a Casa Batlót és a Casa Milát, este pedig a Ramblán ismét paellát vacsoráztunk. Az utolsó reggelen pedig elhagytuk a szállásunkat, ami a hostel a teraszta volt, egy egyszerű szobát vettünk ki, de minden rendben volt vele, volt egy pici erkélyünk és saját fürdőszobánk is, és néhány reggelen még a reggelit is választottuk. Még egy pár óráig itt hagytuk a táskáinkat, mert az utolsó nap délelőtt, ahogy már említettem, be akartunk menni a Güell Parkba. Ide rögtön nyitásra, reggel 9-re mentünk, amit le is foglaltunk előre, és ez nagyon jó ötletnek bizonyult, mert pár órán belül meg is telt a park turistákkal. Erről is változatos tippeket adtatok Instagramon, hogy érdemes-e vagy sem bemenni, de végül úgy döntöttünk, hogy ezt semmiképp nem hagyjuk ki, és én nagyon örülök neki, hogy így döntöttünk, mert elképesztően karakteres műalkotások vannak benne, melyek szintén Gaudi nevéhez köthetők. Egyébként legalább 2 órát eltöltöttünk itt, még úgy is, hogy a plusz épületekben nem vettünk külön belépőt, de egyébként még erre is van lehetőség azoknak, akik a legtöbbet szeretnék kihozni a park meglátogatásából. Számomra hihetetlen, hogy egy ilyen különleges ember életműve mennyire meghatározza a mai napig egész Barcelona városképét. Bár a Gaudihoz köthető látványosságok belépői egyáltalán nem olcsók, talán a Güell Parkot leszámítva, ha a keretetek engedi, akkor én mindenképp javaslom, hogy látogassátok meg ezeket a helyeket, mert tényleg életre szóló élményt nyújtottak. Összességében azt tudom mondani Barcelonáról, hogy az a 4 nap, amit mi itt töltöttünk, abszolút szükséges volt, bár bőven 1 vagy 2 héttel is lehetne egy barcelonai nyaralás során számolni. Andorra la Vella pedig úgy gondolom, hogy egy nap alatt egész jól bejárható, de ha több napot szeretnétek eltölteni az egész országban, akkor annak is teljesen van értelme, hiszen vannak még kisebb vidéki városok is, emellett az országban nagyon sok a természetvédelmi terület, úgyhogy bőven lehetne többet kirándulni és hegyet mászni is. Minden esetre én azt gondolom, hogy sem Barcelonában, sem Andorrában nem ez volt az utolsó alkalom, hogy jártam. Remélem, hogy tetszett nektek a Barcelonáról és Andorráról szóló videó, és hogy ti is kedvet kaptatok ahhoz, hogy ide utazzatok, és ha van kedvetek, akkor mindenképpen maradjatok itt, mert hamarosan Hollandiáról fognak tartalmak érkezni, hiszen május 31-én fogok az országba utazni, és nagyon hamarosan meg is kezdjük a közel 500 kilométeres Spitalpad túránkat. Hogyha már régóta vagytok itt, akkor tudjátok, hogy minden évben szoktam egy ilyen nagyot túrázni. Most már minden le is van foglalva, úgyhogy nagyon várom. Addig is mindenképpen iratkozzatok fel, vigyázzatok magatokra, és utána pedig találkozunk a következő videóban.